Sziasztok! Üdvít a Rolling Tons csatornán! Ma Berlinből jelentkezem nektek a Daimler Buses elektromobilitási napjairól. Tudom ám, hogy a normálpadlós elektromos helyközi buszígérete késztetett kattintásra, azonban az újdonságok nem merülnek ki a villanymotoros Inturo prototípusában. A Citaro kapcsán is akad átbeszélésre érdemes hír az asztalon. Vagyis a desszertre várva vigasztaljon az a tudat, hogy a kedvenc főzelékedet kell hozzá szépen megenni előtte. Válassza ön is a Bosch Power akkumulátort és a megbízható motorindítást. Egy gyors kalapemeléssel kezdem. Martin Daum, a Daimler Truck idén leköszönt vezére, azon kevés régi motoros egyike, akinek minden mondatából sugárzik a szakma szeretete. Remek anekdóta ehhez, amikor még közös banda volt a személyautós és haszonjárműves Mercedes-Benz, akkor a 7 személyautós igazgató között egyedüliként képviselte a nagyokat. Ő ilyen közegben is azzal viccelődött, hogy személyautókra tulajdonképpen nincs is szükség, mert iskolába, munkába mehetünk gyalog, kerékpárral vagy rossz idő esetén busszal is. De autóbusz és tárautó nélkül nincsen modern élet. Ha nem ismered a munkásságát, akkor javaslom, hogy mindenképpen hallgass bele a Transportation Matters podcastjába, azért, mert a szállítás valóban fontos. A Citaro az egyik legnépszerűbb városi busz, immár 70 000 példányal született meg, ez itt pont a jubileumi darab. 26 elején érkezik a 4. generációs Aqua típusba. A fejlődést jól mutatja, hogy az első nemzedék egy csomagja 25 kWh-s volt, az NMC4 pedig 110-zel érkezik majd. Változatlan beépítési tér mellett egy évtized alatt kétszeresére 660 kWh-ra nő, így a szólók esetében beépíthető maximum. Most az a fő trükk, hogy az eddigi hengeresről prizmatikus cellákra váltanak. Ennek előnyeit elmagyaráztam nemrég az elektromos Scania kapcsán. Az új akkumulátorcsomagok az aktuális generációval azonos házba kerülnek majd, így később akár utólagosan is frissíthetők a 3. nemzedék járművei. A gyáriak szerint amúgy a 300 kW-os gyors töltés sem csökkenti az új akuk élettartamát, ezért a 8 éves akugaranciát felárért akár 12 évre is kiterjesztetheti az üzemeltető. De nem csak ez szolgálja, hogy szó szerint nyugodtan authassanak, hanem az is, hogy így már nem csak üzem közben, hanem a leállított buszban is figyel, felügyel és szükség esetén riaszt az akkumulátor menedzsment, például egy termikus megfutás esetén. Láttam ám, hogy te is kiszúrtad a kamerás tükröket? Bizony, immár az e-Citaro is rendelhető digitális tükrökkel. Biztonságnövelő, hogy a monitorokon éjszaka felerősített fényű képet látunk, emellett a zsúfolt városokban az is előny, hogy nem nyúlik ki a tükörkar a járda fölé. Ha ilyen szemfüles vagy, biztos megakadt a szemed azon is, hogy holtérfigyelőt nem csak a szűk kanyarodáskor különösen veszélyes jobb oldalon találsz, hanem a vezető mögött a bal oldalon is. A digitális tükrök előnyei mellett erre is látványos magyarázatot kapsz a hivatkozott videónkból. A 10,6 méter hosszú e-Citaro K legnagyobb előnye a mindössze 17,6 méteres fordulókör átmérő, amivel a szűk belvárosok egyik adóásza lehet majd. Ne gondold, hogy a 1,5 méterrel rövidebb tengelytávolság a teljesítőképességét bármiben megkurtította volna. Ugyanúgy a CETF jól ismert kerékagymotoros portáltengelye dolgozik a hajtásán, és a 12 métereshez hasonlóan 2 akupak lapul a farában, illetve legalább 2, legfeljebb 4 a tetőn. Vagyis akár közel 600 kWh-nyi ceruzaelemet cipelhet magával. A max. 83 fős kapacitású csöpség 3 ajtóval is rendelhető, amennyiben a gyors utasáramlás fontosabb az ülőhelyek maximalizálásánál. Az e-Citaro Fuel Cell üzemanyagcellás hatótáv növelő változat egy új üzemmódot kapott. Eddig a maximális hatótáv vagy pedig a kiegyensúlyozott üzemeltetés volt elérhető, ehhez most egy hidrogén üzem került hozzá. Ez utóbbi üzemeltetési módban alapvetően csak a hidrogéntartályok tartalmát használja, elvileg működtethető akár külön akkumulátortöltés nélkül is. Ez például remek lehet akkor, hogyha közel 24 órás műszakban dolgozik a busz, tehát csak arra van ideje, hogy gyorsan beszaladjunk vele a telephelyre, és a depóban, a buszgarázsban feltöltsük a hidrogéntartályokat, arra nincs idő, hogy az akkumulátorok töltési idejét is megvárjuk. Nyilvánvalóan ilyenkor nem tud a lehető leghatékonyabb tartományban üzemelni az üzemanyagcella, hanem ilyenkor maximális teljesítményre törekednek, ami egyébként nagyon idézőjelben értendő, hiszen ilyenkor is 20-40 kW között járatják csak maximum a cellát. A szóló így 480, a csuklós pedig 360 km-re jut el a 6,3, illetve 9,7 kg hidrogénnel. Összehasonlításképpen elmondom, hogy amennyiben a maximális hatótávolság üzemmódban használják a buszt, akkor a 2026-ban érkező új NMC4 akkumulátorgenerációkkal a szóló már 700 km-t, a csuklós pedig 600 km-t tud majd. Ne jegyd meg, az üzemmódokat továbbra sem a vezető váltogatja egy kapcsolóval, hanem távolról a flotta menedzselő szoftverrel alkalmazhatók. A járművezető számára továbbra is az a hatalmas előny, hogy mindegy, hogy dízelmotoros, akkumulátoros vagy üzemanyagcellás hatótávnövelős ciceróra vezénylik aznap, mindegyikben ugyanaz a megszokott munkakörnyezet fogadja. Szerintem a hatótávnövelés egyszerűbb módja lenne a tetőn cipelt üzemanyag mennyiségének növelése. A hidrogéntartály olcsóbb és könnyebb az akunál, ráadásul gyorsan tölthető. Ám tudjuk, hogy a Daimler Buses főhadiszállása Stuttgart festői szépségű és igencsak meredek völgyében fekszik. Így számukra a nagy kapacitású akkumulátorok biztosította folyamatos hegymászóképesség fontos szempont. Tény az is, hogy ez rugalmasabb energiamixet biztosít, egyedül a felára fájó nagyon. A legnagyobb újdonságot az e-Inturo széria közeli prototípusának bemutatása jelentette. 320 kW csúcs teljesítményű villanymotorral és akár 2 akkumulátorpakkal szerelhető fel, így 500 km-t is megtehet egyetlen feltöltéssel. A városi buszok tetejére lapos NMC akkukat építenek, ez meg jól láthatóan egy vaskos hasáb, ugyanis ez az e-Actros 600 modellek LFP akkuja. A lítium vasfoszfát kémia esetében a beépített kapacitás jó 95%-a kihasználható, nincs szükség élettartamnövelő pufferekre. Mégis akár 15 éven átszolgált egy ilyen telep. Egy 207 kW-os akkumulátorpak lapul az első tengely mögött, az opcionális második a motortérben kapott helyet. Azért választották a központi villanymotort, hogy a lehető legtöbb komponens megmaradhasson, és a kerékagymotorokkal szemben ez biztosítja a 100-as engedélyhez illő kraftot. A tempósan és gazdaságos haladásért országúti sebesség fölött a légrugózás lesüllyeszti a karosszériát. A CETF központi villanymotorba integrált 3 fokozatú váltó szabványos Mercedes-Benz hátsó hidra továbbítja az elektronok erejét, nincs csalás, teljesen szokványos 3 körüli áttételű a hátsó híd. Ugyanez a modul található a CETRA Multiclass alacsony beépítésű buszban is, azt mondják 3-4 év és belarakják abba is a villanyhajtást. Figyeld meg, hogy a bal oldalra hosszában betolt akku miatt hogyan tolták el a gépészetet a középvonaltól picit jobbra. Ezzel próbálták valamelyest kiegyensúlyozni az egyenlőtlen terhelést. Egy ilyen aprócska akkucsomag tömege 1,6 tonna, ezért azokat alulról építik be, kiszereléskor pedig egyszerűen leemelik róla a járművet. Igen, jól látod, az első tengely mögé keresztben betuszkolt akku csökkenti a csomagteret. Azonban a lehető legjobb terhelés eloszlás érdekében kerül ide és így. A körülbelül 600 literes veszteség ellenére a rövidebb így is 4,5, a hosszabb pedig 6 köbméternyi bőröndöt elnyel. Ez utóbbi 60 ülésével számolva 100 liter jut mindenkire, vagyis egy gurulós kézipodgyászt és kis táskát mindenki nyugodtan magával vihet. Akkor már kevés, ha mindenki 2 hétre feladós pakkal indul útnak. Ám még így is remek alap lehet majd egy app alapú reptéri transferszolgáltatáshoz, hiszen ha előre bejelölik az utasok, mennyi podgyásszal repülnek, akkor senki sem marad hoppon. 12,2 és 13,1 méter hosszú változatban 50-63 ülőhelye specifikálható. Ezek az alapkivitelű helyközi ülések, de rendelhető kartámaszos, asztalkás, elegánsabb székekkel is. A dízelekhez képest az állóutasok számában térnek majd el. Állóhelyben nem fogod észrevenni a különbséget, ám menet közben egészen biztosan feltűnik majd, hogy a villanyos más utazási élmény nyújt. 2 szárnyú második ajtóval is rendelhető a leszállás meggyorsítására. Ekkora távolságból szerintem meg sem mondott, hogy ez nem a turistabuszok megszokott műszerfala. Pedig a kormánykerék mögött az e-citáró műszeregysége lapul, a jobb oldalon a jellegzetes erőmérővel. Igen, a hatékony és hatótávnövelő lassítást rekuperációs kar segíti, a mindennappi együttélést pedig elektromos rögzítőfék és megállófék teszi zökkenőmentessé. Iskolabusznak, rövid kirándulásukhoz és helyközi járatra ajánlják az újdonságot. Érdekes kérdés a jövőre nézve, hogy a ma a buszát este a kisfaluval hazavívő volános járművezető hogyan tölti majd fel a hajnali indulás előtt a buszt egyenáramú töltő híján. Az elektromos buszok árán felül jellemzően 10–30% az infrastruktúra költsége egy beszerzésnél. A városi közlekedési vállalatok szinte mindig ugyanannyi töltőpontot rendelnek, mint ahány buszt, mert így lehet lenyesni a költséges teljesítménycsúcsokat és egyenletesen kisebb teljesítménnyel olcsóbban tölteni. Ám a gyári munkásokat vagy iskolásokat szállító buszok sokszor kisebb telephelyeken laknak, ahol egyáltalán nem biztos, hogy rendelkezésre áll elegendő hálózati kapacitás. Ilyen helyeken például pufferakkumulátorokkal biztosítható a szükséges töltési teljesítmény. Legfeljebb 300 kW-tal tölthető és maximum 2 töltőpont választható. A 4 opció az első tengely mögött a két oldalon, valamint a jármű homlok, illetve hátfalán található. Másfél óra alatt feltölthető a 2 akus is, ami egyébként összesen 2 tonnával nehezebb a dízelnél. Az egypakkos csak 500 kg plusz cipel. Már a nehéz teherautók töltő infrastruktúrája is bőséggel jár kihívásokkal, a kiránduló és turistabusznál emellé bejön, hogy egyszerre 50 főnek kell tudni ételt, italt és mellékhelyiséget biztosítani a töltés idejére. A hosszabb utakon kellenek majd az ilyen megállók, mert nem minden románkori templom és festői vízesés mellé építenek majd 300 kW-os gyors töltőt. Vételára a dízel 2-szerese, az energiafogyasztása pedig a fele harmada. Nem ellene beszélek, hanem próbálom megértetni, hogy elsőre nem fog tudni mindent kiváltani. Várom a végleges változatát, és én örülnék a legjobban, ha holnaptól mind elektromos busszal járnánk. Azonban az átállás sokba fog kerülni. Arra kértelek már, hogy iratkozz föl, és nyomd meg létszi a csengőt is lent. Köszi, király vagy! Válassza ön is a Bosch Power akkumulátort és a megbízható motorindítást.